Ez a konferencia sorozat már a 10. minden második évben kerül megrendezésre, és ez azért fontos, mert egy folyamatosságot jelent, mondta Pásztor István. A VMS és a tartományi parlament elnöke hozzátette, ez a konferencia az uniós bővítésnek a nyugat-balkáni térségbe történő kiterjesztésének a hangját erősíti és ismétli meg folyamatosan. Ma ez a hang erősebb, mint pár évvel ezelőtt, mert itt vannak a visegrádi országok parlamenti elnökei is, illetve itt volt most, itt van a mai rendezvényen a bővítési biztos, illetve most már második alkalommal a konferencia megnyitóján a magyar miniszterelnök. Magyarország ebben a tekintetben nagyon-nagyon elkötelezett, mint ahogy tudjuk, és ezért fontos az, hogy a következetességnek a tükrében ezek a konferenciák újra és újra megerősödjenek, és hogy az innen kibocsájtott követelés, hang, igény, várakozás, az egyfajta közös platformot jelentsen, és minél erősebb legyen. Olyanok vettek részt ezen a konferencián, akik támogatják a nyugat-balkán európai integrációját, mondta Kovács Elvira. A csatlakozási folyamat lelassult, és éppen ezért együtt kell működni, és segíteni kell egymásnak az uniós úton, tette hozzá a szerbiai köztársasági parlament alelnöke. És ez már a 10. alkalom, hogy a dél-kelet-európai házelnökök találkoznak, de másrészt kibővült a tartalom néhány évvel ezelőtt a visegrádi négyekkel, akik valóban az Európai Unión belül, az Európai Uniós tagállamokon belül a leghangosabb szószólói, támogatói a bővítésnek, így Magyarország is. Úgyhogy egyértelmű, hogy valában azok találkoztak, akik azt szeretnék, ha a bővítési folyamat folytatódna, sőt, fölgyorsulna, és ez is a fő üzenete az áradéknak, vagyis az árunyilatkozatnak, amit elfogadtunk a végén. A konferencia résztvevői közös nyilatkozatukban emellett hangsúlyozzák minden csatlakozás előtt álló ország parlamentjének jogát arra, hogy részt vegyenek az Európa jövőjéről szóló párbeszédben, és felszólítják a tagországokat, hogy törekedjenek a bővítés felgyorsítására. Egyben az aláírók nagyobb szolidaritásra szólítják fel az Uniót Dél-Kelet-Európa iránt a koronavírus járvány kezelésében, és támogatják a mindenkit érdemei szerint elv érvényesülését a tagjelöltek esetében. A dokumentum aláírói felkérték a Magyarország gyűlés elnökét, hogy a nyilatkozatot küldje meg az Európai Unió nemzeti parlamentjeinek és az uniós intézmények vezetőinek.